sziasztok és üdv újra a csatornámon! Úgy döntöttem, hogy egy újabb hétvégét fogok nektek levlogolni, mert hogy most van az augusztus 20-ai hosszú hétvége, és úgy döntöttem, hogy ha már így a nyár végén járunk, akkor csinálok egy ilyen nyárvégi vlogot. Igazából én már egész héten szabadságon voltam, és hát már nagyon kellett nekem a szabadság, mert hogy utoljára azt hiszem, hogy húsvétkor voltam ilyen hosszabb ideig szabadságon, és már nagyon-nagyon-nagyon szükségem volt egy kis pihenésre, mert hogy hát én úgy mondanám, hogy így mentálisan eléggé elfáradtam, úgyhogy ezt szeretett tényleg ilyen inkább a pihenéssel töltöttem, például voltunk egy-két nap vásárolni, és hát ma kint voltunk a városban egy kicsit szétnézni, habár, hogy őszinte legyek, volt egy pont, amikor azt mondom, hogy oké, inkább forduljunk vissza, mert hogy akkor volt a tömeg, hogy én ott inkább nem. Tehát, hogy eddig sem nagyon szeretem a tömeget, de most még kevésbé szeretem. Úgyhogy inkább csak így nézelődtünk, ettünk egy jót, és hát megvolt a napi testmozgásunk azzal a 15 000 lépéssel, amit megtettünk. Úgyhogy ezzel telt igazából így a ma délelőtt és kora délután. Úgyhogy ma este inkább csak a pihenésre fogom szánni az időmet, mert hogy holnap is megyünk majd szétnézni. Úgyhogy a későbbiekben biztos, hogy újra visszatérek, csak gondoltam, hogy beköszönök, hogy mire is számíthatok ezen a hétvégén. Vissza is tehetem egy kis esti bejelentkezéssel. Én eléggé elfáradtam a mai nap során, úgyhogy mindenképpen szeretnék egy kicsit kikapcsolódni. Hát ezt egy kis Minecraftozással terveztem először, aztán hát történt egy kis malőr. Csak annyit mondok, hogy elindult egy random raid az egyik falunál, ami nem jó dolog. Tehát, hogyha valaki nem játszik Minecraftot, annyit mondok, hogy ez egy nem jó dolog. Úgyhogy nagyjából egy ilyen 40 percet kellett töltenem a játékban, hogy ez így elmúljon. De szerencsére nem történt semmi probléma, minden falusim élve maradt, úgyhogy ennek nagyon örülök, de ennyi izgalom mára bőven elég volt, úgyhogy az a tervem, hogy megnézem a tűzijátékot, és azután meghallgatok két albumot, vagy egyet, még nem tudom. Az egyik az egyik kedvenc indie zenekaromnak, a Leonidennek az új albuma, ami igazából nekik már a harmadik stúdióalbumuk, ami miatt nagyon izgatott vagyok, mert hát ők az ilyen nagy kedvenceim, és velük amúgy találkoztam tavaly előtt a szigeten, meg igazából akkor is, amikor legelőször voltam a koncertjükön még 2017-ben, amikor megjelent a debütáló albumok, úgyhogy már nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy hát milyen is lett az új album. És a másik, amire nem biztos, hogy ma már lesz időm, de majd meglátjuk, az pedig Lordnak az új album, amit szintén nagyon sokan vártak már, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Ezekről majd később be fogok jelentkezni, hogy mit gondoltam róluk, tehát addig is én most eltűnök egy kicsit. Sziasztok, és már itt is vagyunk a következő nap, méghozzá szombat reggel. A mai terv az, hogy egyrészt elmegyünk vásárolni, mert hogy meg akarom nézni, hogy végre van már a Kikben halloweeni dekor, mert az elmúlt két hétben kb. Minden héten megyünk, hogy hát ha van már. Úgyhogy majd most kiderül, és utána pedig elvileg a Dunapartra fogunk lemenni, ebédelni, hogy mi lesz ebből, azt nem tudom. De arra gondoltam, hogy gyorsan még mielőtt elindulnánk, beszélnék arról, hogy milyen is volt a Leonidennek az új albuma, aminek amúgy sose tudom megígézni a nevét, mert hogy elég komplex. Szóval a teljes címe az, hogy Complex Happenings Reduced to a Simple Design. És ahogy tegnap már említettem, ez a harmadik stúdióalbumuk, és hát ők ilyen indie pop rockot játszanak végül is, és én már nagyon vártam, mert hogy már szerintem tavaly is bejelentették az új albumot, igen, mert a Love című daluk az már tavaly is megjelent,
Úgyhogy én már nagyon vártam, és tetszett, maradjunk annyiban. Nem mondanám, hogy olyan igazi kedvenc album hangulata volt, de mindenképpen tetszett. Az biztos, hogy még meg kell hallgatnom párszor, mert hogy amit így észrevettem, hogy az elején még így nagyon lelkesen jelölgettem be a dolgokat, amik tetszettek, aztán ugye a második felében már így annyira nem, és meg akarom hallgatni újra a dolgokat, hogy tényleg nem fogtak meg annyira, vagy esetleg már nem nagyon tudtam odafigyelni rájuk, úgyhogy mindenképpen majd még egy párszor meg fogom hallgatni ezt az albumot. Amúgy nálam az ilyen kedvenc vagy jó album, az igazából ez egy ilyen érzés. Szerintem azok a jó albumok, legalábbis én úgy tudnám megfogalmazni ezt az érzést, hogy ami ilyen kerek egésznek tűnik. És igazából ez is valamilyen szinten kerek egész volt, csak hogy benne a dalok azért nem fogtak meg teljes mértékben. És általában azoknál, az albumoknál, amik nagyon-nagyon tetszenek, ott azért tényleg nagyon sok kedvenc, vagy nagyon sok olyan dal van, amit szeretek. Szóval az elején tényleg bejelölgettem pár dalt, és például az intrót, ami nekem nagyon tetszett, és ilyen talán túlságosan is relatable volt a számomra. Aztán a Paranoidot is, mert hogy igen, lehet, hogy az is egy kicsit túlságosan közel áll hozzám. Aztán a Love-ot, ami igazából talán az volt az első kis lemezük erről az albumról, és ami nekem nagy kedvencem a mai napig, és igen. Aztán a Dice-ot, ami szintén kis lemez volt, és szintén szerettem, de most újra bejelöltem, hogy még hallgatnám, és a Where Are You-t is bejelöltem, mint így kedvencet. Aztán ahogy említettem, ahogy említettem, amúgy volt a Complex Happenings Part 1, ami igazából volt 5 ilyen kis interlude, vagy közjáték, és nekem azt tetszett a legjobban, az első. Azt úgy meghallgattam volna egy teljes számként is, mert ez a zenei alap, amit összehoztak, az nekem nagyon tetszett. Úgyhogy, amúgy ez egy nagyon hosszú album volt, 51 perces, 21 dallal, ami manapság eléggé, hát nem mondanám szokványosnak. Úgyhogy lehet, hogy ezért is egy kicsit így lankadt a figyelmem az album végére, mert hogy azért eléggé későn hallgattam meg, de mindenképpen majd ezt így a következő napokban, hetekben azért még fogom pörgetni, hogy megnézem, hogy mi az, ami még tényleg tetszik erről az albumról. A Lord albumára viszont nem jutott már időm tegnap este, meg eléggé ilyen vegyes kritikákat hallottam eddig róla, ilyen zenei lapoknál is, meg közösségi médián is. Ugye egy kicsit félve megyek bele abba az albumba, de majd szerintem a mai nap során, vagy max holnap meghallgatom, mert azért tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lett, főképp, hogy Jack Antonoff-val csinálta ezt az albumot Lord, aki Lana Del Rey-el is már csinált albumot, úgyhogy én nagyon kíváncsian várok. Viszont most én el is tűnök innen a képernyőről, és majd visszatérek, amikor visszajövünk a Dunapartról. Ahogy látjátok, már haza is értünk, hát mondjuk ez egy több órás művelet volt, mert hogy a római partról haza sétáltunk, úgyhogy az egy kicsit hosszadalmasabb séta volt, de hát le kellett mozogni azt a jó kis lángost, ami amúgy nagyon jó volt. És amúgy nem nagyon szoktam enni ilyen kajákat, tehát ilyen lángost meg társait,
Viszont úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyunk, akkor bizony én ilyet fogok enni. És hát jó volt. Úgyhogy én a ma délután igazából a pihenésnek szántam. Arra gondoltam, hogy most lehet, hogy meghallgatom Lordnak az albumát. És... hát ez nem tudom mi volt, na nem mindegy. Szóval, ahogy mondtam, valószínűleg most meghallgatom Lordnak az albumát. És hát szerintem este majd csak Minecraftozni fogok egy kicsit. Levezetésnek. Úgyhogy... ezt tervezem most így szombat délutánra. Most meg is hallgattam Lordnak az új albumát, aminek a címe a Solar Power, és hát tényleg ilyen igazi nyárias albumra sikeredett. Az első gondolatom, ahogy így hallgattam az albumot, az az volt, hogy nagyon érződik rajta, hogy Jack Antonoff volt a producer, aki Lalának az utolsó két albumán is dolgozott, és hát ezen is érződik valahogy az ő kezenyoma. Van például az egyik dal, az igazából tényleg hasonlít az egyik Lala dalra, ami a legutóbbi albumán jött ki. Abban a szempontból szerintem egy jó album, hogy nagyon egybe van, és nagyon átadja ezt a nyári feelinget, és ez tényleg olyan, amit így beraksz nyáron a háttérbe, és így hallgatod, de hogy a problémám nekem az volt ezzel az albummal, hogy nem igazán éreztem azt, hogy úgy igazán hozzám szólnának ezek a dalok. Egyiket sem éreztem úgy, hogy így, nem tudom, elmenteném is hallgatnám máskor. Úgyhogy ez szerintem olyan album lesz, amit hogyha hallgatok is, akkor is majd csak így a háttérbe berakom, és így kicsit ilyen nem odafigyelős album lesz, tehát hogy megy a háttérbe, közben csinálok bármi mást. És igen, nekem ilyen szemben egy kicsit csalódás volt, mert hogy nagyon sokat kellett várnunk Lordnak az új albumára. Természetesen ilyenkor mindig az van, hogy nagy az ember elvárása. És én úgy érzem, hogy nem ütötte meg ez azt a szintet, amit én elvártam volna tőle. De hát ettől függetlenül szerintem egy hallgatható albumról van szó. Kicsit ilyen 60-as, 70-es évekbeli nyári feelingje van az egésznek. Úgyhogy érdemes meghallgatni. És hát majd mindenki eldönti magától, hogy neki tetszik-e vagy sem. Nekem ez kicsit csalódás volt, de ettől függetlenül ugyanúgy fogom hallgatni majd gondolom jövő nyáron, mert amúgy nem értem, hogy miért kell az ilyen nyári albumokat nyár végén kiadni, mert Lana Del Rey is ez volt, hogy a Norman Fucking Rockwell-t nyár végén adta ki, ami szintén egy ilyen nyári feelinges album volt. De mindegy. Letudtam ezt a két albumot, amit terveztem erre a hétvégére. Természetesen még nagyon sok album van, amit nem hallgattam meg. Van egy olyan lejátszási listám Spotify-on, hogy Albums to Listen To. Erre mindig azok az albumok kerülnek fel, amiket meg akarok majd hallgatni valamikor. Természetesen mindig az új albumokat szoktam feltenni. És hát szerintem egy olyan 12 órányi zene még mindig van rajta. Valahogy ebben az utóbbi hetekben, kifejezetten a nyári hónapokban nem igazán tudtam úgy igazán zenét hallgatni. Mindig így, nem tudom miért valahogy, hogy nem élveztem annyira zenét, mint ahogy általában szoktam. És ezért is volt az, hogy nagyon sok olyan album, amit amúgy vártam, például a London Grammar-nek az albumja, Birdie-nek az albuma, ezeket még mindig nem hallgattam meg, és nem tudom, hogy miért. De hát mostanában már így kezd visszajönni a zenehallgatós kedvem, úgymondva. Úgyhogy mindenképpen igyekszem majd behozni itt a lemaradásomat, mert hogy amúgy vannak itt albumok tavaszról is, amiket már rég meg kellett volna hallgatnom, de hát ezt a 12 órát nem nehéz legyűrni. Tehát hogyha azt mondom, hogy meghallgatok minden nap 2-3 albumot, akkor egy hét alatt le tudom ezt a listát, úgyhogy annyira nem szörnyű. De igen, úgyhogy ez volt mostanra az én ilyen kis programom. Nem tudom, hogy még mit csinálok majd így a délután folyamán, de hogyha lesz bármi, akkor majd újra bejelentkezek.
az lett. No way. Yes. We run. Már el is érkezett a vlognak az utolsó napja, méghozzá vasárnap, és úgy döntöttem, hogy hát a délelőttöt kiveszem egy kicsit így vlogolás szempontjából, és nem igazán vlogoltam semmit sem, meg igazából csak egy kicsit olvastam, minecraftoztam, videókat néztem, tehát sem olyan különleges dolgot nem csináltam, amit meg szerettem volna örökíteni, viszont most, ahogy látjátok, kisminkeltem magam, mert hogy még július végén voltam a könyvtárban, és kivettem pár könyvet, amit el szerettem volna olvasni a nyár folyamán, és az egyik ilyen könyv az a Feriók volt, amit már nagyon régóta kinéztem magamnak, még amikor könyvesboltban dolgoztam akkor, és amikor belelapoztam így először a könyvbe, és megnéztem az illusztrációkat, akkor így észrevettem, hogy mindenkinek ilyen piros posgás, nagyon szeplős arca van, és úgy voltam vele, hogy hát én ezt újra ki szeretném próbálni, mert hogy ilyen sminket már korábban is csináltam, viszont most úgy voltam vele, hogy ha már nyár van, akkor kipróbálom újra, és hát ez jött ki belőle. Sokkal inkább ilyen színekre szerettem volna menni, szóval inkább ilyen narancsos, barna színekre, de ahogy látjátok, a szemem az inkább pirosos árnyalatú, úgyhogy ez annyira nem jött össze, de hát azért mégiscsak megpróbáltam, és úgy voltam vele, hogy egy kicsi kreativitást szeretnék vinni az életembe, mert hogy ugye az elmúlt időszakban hát belecsöppentem egy ilyen kreatív válságba a videózás terén, és ezért is született meg annó a miért nem szeretnék már booktuber lenni videóm, és azt hittem, hogy ha én azt a videót megcsinálom, akkor majd ilyen újult erővel bele tudok vágni a videózásba, de hát tévedtem. Miután kiment a videó, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, aminek nagyon örülök, mert kicsit féltem attól, hogy majd az emberek kicsit elfordulnak majd a csatornámtól, de aztán a kezdeti pozitív löket után ott álltam, hogy na most mit csináljak? Alapból ugye az ilyen könyves projektjeimben nem nagyon tudok belekezdeni, hiszen még nem igazán állok készen arra, hogy esetleg többet olvassak. Ezzel a könyvtári látogatásommal is az lett volna a célom, hogy megszeretessem magammal újra az olvasást, és pont ezért vettem ki kifejezetten gyerek és ifjúsági könyveket, mert hogy úgy voltam vele, hogy mivel ezek nagyon ilyen nosztalgikusak a számomra, ezért talán sikerül jobban így
belevetnem magam az olvasásba. És amúgy kettőt már el is olvastam három közül. Az egyik az a Repülőosztály volt, Eric Kastner-től, a másik pedig a Fairy Oak. És például most olvasom Verne-től az Utazás a Föld középpontja felé regényét. Úgyhogy szépen lassan azért mégis csak így visszarázódok az olvasásba, de mégis úgy érzem, hogy de ez még nem az az olvasási kedv, amiből tudnék például videókat készíteni. És nem is szerettem volna rögtön belevágni olyan videókba, amik mondjuk teljesen más tematikájúak, tehát teljesen más témákról szólnak, nem tudom én, zenéről, vagy bármiféle más művészeti ágról. Azzal kellett szembesülnöm, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, és nagyon-nagyon rosszul éreztem magam emiatt, és például ezért is írtam ki, hogy egyfajta kreatív szünetre megyek el, mert hogy nem tudtam, hogy mikor tudok majd újra csinálni videókat. Habár októberre van pár ötletem, amikre már mondom, el is kezdtem dolgozni, összeírni a dolgokat, hogy miket is szeretnék csinálni, és úgy voltam vele, hogy elkezdek azokon dolgozni, és aztán majd ami lesz, az lesz közben így augusztusban és szeptemberben. És amúgy több vloggal is próbálkoztam már, talán 2-3 hétvégén is próbáltam volna vlogolni, viszont egyszerűen nem éreztem, hogy úgy összejött volna. Volt, amikor tényleg fizikailag nem éreztem jól magam, volt, hogy teljesen elment a kedvem az egésztől, és néha tényleg megfordult a fejemben az, hogy minek is csinálom én ezt, miért akarok még mindig videózni, főképp azért, mert hogy ugye mostanában tényleg nem éreztem azt, hogy akkora örömömet leltem volna a videózásban. Úgyhogy egyfajta ilyen válságba kerültem bele, és tényleg nagyon sok mindent megkérdőjeleztem. De úgy voltam vele, hogy inkább félreteszem a videózást, és más dolgokkal kezdtek el foglalkozni. Például elkezdtem azon gondolkozni, hogy esetleg újra elkezdek rajzolni, vagy megtanulok festeni, például vízfestékkel. És néha, hogyha van ilyen kis időm, akkor próbálok más téren is úgymond egyfajta ilyen kreativitást belevinni az életembe, csak azért, hogy ne csak a videózás legyen az, amiben így kérem a kreatív hajlamaimat, hanem tényleg, nem tudom én, rajzolok, vagy színezek, vagy festek, vagy nem tudom én, énekelek, vagy hát zongorázni nem zongoráztam már egy jó ideje, de hogy valami más módon is szeretném kivélezni a kreativitásomat. Sajnos az utóbbi időben voltak olyan pillanatok, amik nagyon negatívan hajtottak rám, valamilyen szinten elvették a kedvem ettől az egésztől, és úgy voltam vele, hogy búcsút mondok ennek az egésznek, és inkább abba hagyom, és én akkor inkább visszavonulok, és csendben olvasgatom a kis könyvecskémet, amit kiveszek a könyvtárból. Hogyha én nem élvezem a videózást, akkor hogy várjam el például a nézőktől azt, hogy ők is élvezzék? Én mindig azt szoktam mondogatni, hogy én elsősorban magamnak csinálom a videókat, olyan szempontból, hiszen én szeretek videózni, szeretem az egész videózásnak a folyamatát, és nekem ez egy hobbi, és én nagyon szeretek játszani, úgymondva, az ilyen videózással, és talán ez tűnt el az elmúlt ilyen egy-másfél évben ez a játék, hogy valami újat teremtsek, hogy valami új ötletet hozzak. Pontosan ezért van az, hogyha én nem akarok videózni, tehát hogy én saját magam nem akarok semmiféle pluszt beleadni a videóba, akkor miért várom el például a nézőktől azt, hogy megnézik a videókat, hogyha én csak így megcsinálom, és akkor tessék, itt van. Hogyha nem úgy állok hozzá, hogy én ezt szeretném csinálni, vagy hogy én ebbe beleadok apait, anyait, és tényleg valami nagyon jót szeretnék kihozni belőle, akkor ilyen semmilyen tartalmakat készítek, és úgy érzem, hogy az elmúlt másfél évben nem igazán voltak eredeti ötleteim. Tényleg úgy éreztem, hogy nem volt meg az a fajta lelkesedés a videózás iránt, és átcsapott abba, hogy a nézőknek készítettem a videókat. Tehát, hogy ilyen rutinszerűen, hogy akkor jó, minden héten vagy minden második héten ki kell mennie valami videónak, még akkor is, hogyha amúgy full más csinálnék, de hát kell a videó. És pont ezért volt az, hogy le kellett lassítanom, és azt mondanom, hogy állj, hogy először is az a lényeg szerintem, hogy én magam élvezem a videózást. Az, hogy
az a videó, amit elkészítek, hogy ezt megnézik az emberek, az már csak úgymond egy plusz. És tudom, hogy ez egy furcsa hozzáállás így a videózáshoz. Nekem az elmúlt ilyen hetek, hónapok tényleg arról szóltak, hogy elgondolkozok azon, hogy mi is fontos számomra, mint videós, és nekem az az elsőleges, hogy elvezem, amit csináljak, hiszen ez egy olyan hobbim, ami nagyon időigényes, tehát ez nem az, hogy nem is tudom, megírok egy blogbejegyzést, ami mondjuk 1-2 óra, plusz még mondjuk csinálok hozzá egy óra alatt egy fejlécet, ezek mondjuk ilyen nagyon maximális időkorlátok. Tehát egy blogolás úgymond gyorsabban meg tudok csinálni. Egy videózás az több órányi anyag lehet, az több órányi vágás, utómunka, a feltöltés után is azért még vannak dolgok, amiket YouTube-on hozzá kell adni. És hogyha én ezt nem élvezem, akkor én azt mondom, hogy ennyi volt. Ezért is volt szükségszerű az, hogy fejben helyre rakjam magamat úgymondva, és tényleg arra kezdjek el fókuszálni, ami tényleg számít, az, hogy élvezem, amit csináljak. És én tényleg próbálok már az ilyen számoktól elvonatkoztatni, hogy ne azt nézzem, hogy egy videót hányan néztek meg ne azt nézzem, hogy hány feliratkozón van, hanem az, hogy amikor kirakok egy videót, akkor arról tudjam, hogy abba mindent beletettem, amit csak lehetett, és tényleg a legjobbat hoztam ki magamból abban a videóban és azzal a videóval. És továbbra is megjelennek majd a könyvek a videóimban, viszont én tényleg szeretném az olvasás szeretetét továbbítani a nézőim felé, és nem azt, hogy akkor most minden hónapban olvass el 10 könyvet, mert hogyha nem olvass el 10 könyvet, akkor te nem vagy olvasó, nem vagy könyvmoly, sőt, még booktuber sem. És szerintem ez egy nagy hülyeség amúgy, hogyha tényleg valaki az olvasás szeretetét szeretné továbbítani az emberek felé, akkor annak elsősorban tényleg az olvasásról kéne szólnia, és nem a számokról. És én továbbra is kiállok azok mellett, akik esetleg nem szeretnek kívásokat teljesíteni, vagy nem olvasnak annyit, lassan olvasnak, mert hogy nagyon sok ilyen olvasó van. És ez teljesen rendben van. És én továbbra is azt mondom, hogy ha nincs kedvetek olvasni, akkor ne olvashatok. Vegyetek ki egy hét szünetet, 2 hét szünetet, vagy amennyi nektek szükséges. Úgyhogy én mindenképpen úgy szeretném megjeleníteni a könyveket a videóimban, hogy tényleg az olvasás élménye számítson, és ne az, hogy most éppenség hány könyvet olvassam el egy hónapban, vagy hogy milyen éppen hány kihívást teljesítettem egy hónapban. Mert hogy amúgy ez mégis mit számít, semmit se. Főképp akkor, hogyha amúgy abban a 10 könyvben, amit egy ember elolvasott egy hónapban, egy se tetszett neki. Tehát én inkább olyan könyvekre szánnám most már az időmet, amiről tudom, hogy tetszeni fognak, vagy amik tényleg segítenek majd visszarázódni, így mondva, így a régi olvasási rutinomba. Szintén azért, hogy ne ilyen nyögvenyelősen nyúljak egy könyvhöz, hogy akkor most olvasni kéne, hanem azért olvassak, mert hogy olvasni szeretnék, és azért olvassak, mert az a könyv annyira magával ragadott, meg annyira beszippantott annak a könyvnek a világa, hogy egyszerűen képtelen vagyok letenni. Szerettem volna erről beszélni még ebben a videóban, mert úgy érzem, hogy ez is a csatorna része, hogy tudjátok, hogy hogyan állok a videózáshoz, hogy mi járt mostanában a fejemben, így a videózással kapcsolatban, hogy is állok az olvasással, és hogy majd mire számíthatok a későbbiekben. A későbbiekben amúgy fogok majd olvasni a könyvemből, mert hogy amúgy ezt szeretném már jövő héten visszavinni a könyvtárba. Talán csak egy héttel később fogom visszavinni, mint ahogy kellett volna, tehát azért az elég jó. De mondom, szeretnék ezzel haladni, és ha minden igaz, akkor lehet, hogy Szanna fog csinálni egy ilyen közös olvasást, úgyhogy ha ez megvalósul, akkor mindenképpen részt veszek majd rajta, úgyhogy nekem így fog telni majd a vasárnap délutánom meg estém.